Érték ezúttal a sekrescséből köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Ebből a szekrényből három olyan tárgyat fogok kivenni, ami egyrészt itt a sekrescsének a tartozéka, mert itt készítjük elő a szentmisét, másrészt természetesen a templomban használjuk őket, a szentmisének a kulcs tartozékai. Több kehely is van sekrescsénknek a birtokában természetesen, és ebből most hármat szeretnék elővenni és megmutatni a kedves nézőknek. Három különleges darabról van szó, és mindjárt szeretném rögtön el is mondani, hogy miért annyira különlegesek ezek. Kezdem rögtön a legnagyobbbal, amit most harmadszor vettem ki a szekrényből. Minden kehely három részből áll, a talp, az úgynevezett nódusz középen, és fölül a kupa. Három különböző korszakban keletkezett, különböző stílusú kehelyről van itt most szó. A legrégibb, ami egyúttal a templomunk és a sekrestség legrégebbi darabja, egy barokk kehely, aranyozott kehelyről van szó. A barokra jellemző, hogy a talpazatra is, a nóduszra is, és a kupára is a megfelelő attribútumokkal, tehát jelképrendszerrel alakították ki a kehelynek a motívumait Itt ez esetben a búza és a szőlő motivumok találhatók rajta, tehát eukarisztikus jelképrendszer, ami Krisztus testére, a kenyérre, illetve Krisztus vérére, a borra utal természetesen. Ugyanezt található alul is. Jellemző még, hogy az eukarisztikus motivumokon túl általában a szenvedésre való utalás jelenik meg a kelyheken, mint a szenvedés kelyhe amelyet Jézusnak ki kellett innia. Ezen a modern kehelyen, pontosan ez jelenik meg a nóduszon, lehet is látni közelről, hogy a tövis koszorúnak, tövis koronának a motívumai láthatók rajta. És ez a modern kehely egyébként azért nagyon kedves számomra, és azért nagyon értékes. Egyrészt, mert a családomtól az első szentmisémre kaptam ajándékba, és amikor ezzel misézek, mindig valahol jelen vannak a családtagjaim is. Másrészt pedig azért, mert egy szentéletű ötvös művész, Osvári Csaba készítette, akinek azóta az Eszterón Budapesti Egyház megyében el is indult a boldoggávatási eljárása. Ez a középső, harmadik pedig azért értékes nagyon számunkra, mert a talpazatán, ahogy lehet is látni, egy embléma található, ez pedig nem más, mint az 1938-as budapesti eukarisztikus világkongresszusnak az emblémája, akkor sok-sok templom, szinte minden magyarországi templom kapott egy ilyen vagy ehhez hasonló kejhet, és mi, hála Istennek, itt Makó megőriztük ezt, és amikor ezt használjuk a szentmisében, akkor szeretettel és hálával emlékezünk egyrészt a 38-as, másrészt a most 2021-es világkongresszusra. És természetesen az úgynevezett paténa ugyanúgy a kehelynek a része, tehát ez a kis tálca, amelyre a pap az ostját helyezi, amelyből Krisztus teste lesz számunkra. A kehely üzenete természetesen az, hogy a mi életünk szenvedéseinek a kehelyét is ki kell linnunk, és a szentmisében, amikor az Úr halálát hirdetjük, akkor ehhez kapunk mindig és minden esetben plusz erőt és energiát Urunktól, Istenünktől.